2017. 8. 4-én nézzük meg egy pár hírt, mert érdekes dolgok történnek a világban, nem is annyira, ahogyan haladnak az események, hanem sokkal inkább, ahogyan a színjáték alakul. Az első, ez rögtön yournewswire.com, ami egyike az úgynevezett alternatív médiának, ami félrevezeti az embereket ugyanúgy, ahogyan a mainstream, vagyis a közmédia, vagy a fő áramlatú média, ahogyan hívják magyarul. Ez itt arról beszél, hogy Putyin azt nyilatkozta, hogy Pope Francis az nem Isten embere, és ezzel is ugye erősítve azt a képet, ami kialakult Putyinról, hogy ő ellene van ennek az egész új világrendnek és az elitnek, ami egy elég nevetséges elképzelés. Az összes ország együtt dolgozik, hogy létrehozza az új világrendet. Azt az új világrendet, amiben mi évtizedek óta élünk, ők ezt szeretnék most nyilvánosságra hozni. Az új világrend réges-régen felállt és működik. Az új világrend nem valami, ami a jövőben fog összeállni. Az új világrend az, amiben mi élünk nagyon-nagyon hosszú ideje. Akkor, amikor még mindannyian aludtunk, ők már rég összehozták ezt, mert ők nem aludtak, hanem ők együtt dolgoztak több évszázada és évezrede ezen mesterkednek. Oroszország címerét láthatjátok a képernyőn, Oroszország hivatalos címere az, ami a képernyőn látható. Ez pedig a Szabadkőművesség hivatalos címere, Rend a káoszból, Ordo ab Chaos, a 33-as számmal a 33 lépcsőfoka a Scottish Rite, vagyis a skót rítusú szabadkőművességnek. A világot egy szervezet irányítja, ez pedig az úgynevezett Illuminati, azok az emberek, akiknek a birtokában a tudás van. Ezt jelenti az Illuminati, a beavatottak, vagy azok, akik a fényben járnak, a felvilágosultak. Teljesen mindegy, hogy Oroszországról van szó, Észak-Koreáról, Kínáról, az USA-ról, vagy Magyarországról, minden egy kézben van. Teljesen mindegy, hogy tűnik, vagy milyen fondorlatosnak tűnik egy-egy ember, milyen különbözőnek tűnnek a nyilatkozatok, az egész egy irányba halad. Mikor a terrorizmus hoaxról van szó, vagy az ISIS hoaxról van szó, akkor Putyin ugyanazt mondja, mint amit Trump, hogy össze kell fognunk kellene, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy egy hoax. Mikor az űrkutatás hoaxról van szó, ugyanazt a követ fújja, mint az összes többi. Ezért fontos megérteni az alapvető dolgokat legalább az életben. Azt, hogy a Föld nem egy gömb, és nem létezik űrkutatás. Ha megértik ezt az emberek, akkor onnantól kezdve egyértelmű, hogy mindenki hazudik, hogy mindenki együtt dolgozik. India ugyanúgy, mint Észak-Korea, vagy Dél-Korea, vagy Japán. Mindegyiknek van űrprogramja, mindegyik ugyanazt a szemetet adja el az embereknek. A terrorizmusról van szó, minden ország együtt dolgozik, hiszen ezzel lehet a biztonsági intézkedéseket erősíteni. Ha ISIS-ről van szó, amit ők hoztak létre, ők finanszíroznak, ők támogatnak, akkor is együtt dolgoznak. Ez a lényeg, az, hogy közben ki mit mond a pápáról, vagy ki mit nem mond, annak nincsen jelentősége. Ugyanaz a szervezet irányítja az egész világot. Ugyanazokat a jeleket láthatjuk mindenhol, és hogyha figyel az ember és ismeri a jeleket, akkor megérti azt, hogy teljesen mindegy, merre néz, alapvetően a világ egy kézben van. Valaki azt hiszi, hogy Trump egy hős, vagy Putyin egy hős, vagy ő a rendszer ellen harcol. Hogy nem lehet látni, hogy az összes egy követ fúj? Az összes ugyanazt a célt szolgálja. Ők bábuk, ők színészek azért, hogy megtévesztik a világot. És meg is tévesztették a világot. Azért, mert az emberek elhiszik azt, hogy amit a hírekben látnak, vagy az alternatív médiában hallanak, az az igazság. Aki érti ezt, és aki hajlandó egy kicsit is elrugaszkodni attól a valóságtól, amiben a legtöbb ember él, akkor megérti azt, hogy a jelek azok, amik elárulják, hogy az egész világ az új világrendben működik nagyon-nagyon hosszú ideje. Hivatalosan még nem mondták ezt ki, de az összes ország egy hatalom irányítása alatt áll. Az, hogy Putyin mit mond, honnan tudja egyáltalán valaki, hogy ezt mondta? Azon kívül, hogyha valaki esetleg látta az interjút, ha ez egy interjúban van.
De hát a legtöbb esetben nincs is erről interjú, csak egész egyszerűen nyilatkozott. Emberek kitalálják a koreográfiát, hogy mi az, ami megjelenik majd a hírekben. A hírek soha nem azért volt, hogy az emberek okosabbak legyenek, vagy felvilágosultabbak legyenek a világ dolgairól. A hírek mindig is azt a célt szolgálta, hogy az emberek véleményét egy bizonyos irányba terelje. Ezt hívják propagandának. Ezért találták ki, ezért nagyszerű a tévé, a rádió és most az internet, hiszen a propaganda terjedhet korlátlanul, villámgyorsan manapság. Az, aki elhiszi azt, amit a hírekben lát, olvas, hall, az nem érti, hogy hogyan működik a világ. Ez az az ember, aki a pápára rosszat mond, aki annyira a vallás ellen van. Ez az az ember, aki majd megmondja, hogy mi az, amit tennünk kellene, aki meg kivezet minket ebből. Mikor ugyanazokat a pogány szertartásokat végzi, mint az összes többi, ezek az emberek pontosan tudják, hogy ezek a dolgok mit jelentenek. Az átlagember csak azért nem tudja, mert soha nem is érdekelte. Az egy más kérdés, hogy már manapság a legtöbben nem is tudják megérteni. A lényeg azonban az, hogy minden egyes dolog, amit ezek az emberek csinálnak, annak jelentősége van. Azért, mert ők nem úgy gondolkoznak, mint az átlagember, ők nem úgy élnek, mint az átlagember, nem úgy terveznek, mint az átlagember. Az, amit ők csinálnak, annak van egy küldetése. Az egész sokkal mélyebbre hatol le, mint az, hogy néhány idióta keresztet vet, vagy csókolgatja a pápa kezét, vagy összegyűlik itt-ott. Ezek a döntések, amiket ők hoznak, ezek egyáltalán nem véletlenszerű dolgok, ezek nem ott derülnek ki, ezeket nem ők döntik el ott, ez egy terv része. Ők pontosan tudják, mi az, amit el akarnak érni, és afelé haladnak. Ő az, aki az új világrend ellen harcol, aki majd meg fogja váltani a világot. Ő az az ember, aki megmondja az igazat, aki majd vezeti a népet az új világrend ellen, az elnyomás ellen. A hírek azért van, hogy az emberek véleményét formálja. Ez a lényege. Elültettek gondolatokat az ember fejében, és aztán az ember azt gondolja, hogy ez az ő sajátja. Az, aki egyetért ezekkel a gondolatokkal, tudhatja, hogy rossz úton jár, hiszen azt gondolja, amit a többség pedig mindig és mindenkor rosszul értelmezte a dolgokat. Ez nem azért van, mert az igazságot olyan nehéz megérteni, hanem azért van, mert az emberek nem képesek már megérteni. Az oktatás, a különböző vegyszerek, az életstílus és a szórakoztatóipar, maga az agymosás folyamata, a tudomány, a hírek, a média megtette a hatását. Évszázadok alatt az emberek elbutultak és nem látják azt, ami előttük van. Ami teljesen egyértelmű. Az pedig az, hogy ezek az emberek együtt dolgoznak annak érdekében, hogy megtévesszék a tömegeket és a saját ügyüket előrébb vigyék. Ami az emberek szeme előtt zajlik, nem képesek megérteni. Nem képesek felfogni azt és feldolgozni, hogy a világot egy szervezet irányítja. És ami érdekesebb ennél, nem csak, hogy egy szervezet irányítja, hanem az, hogy a vallásnak hatalmas szerepe van. És az, akit ők csak egy idiótának gondolnak, egy fehér ruhában, aki kereszten rohangál a nyakában, annak fontos szerepe van ebben az egész dologban. A vallásnak, a hitnek, Istennek idézőjelben óriási szerepe van ebben. Még akkor is, ha ők megpróbálják elhitetni a világgal, hogy ők egy szekuláris társadalmat irányítanak, vagyis egy világi társadalmat irányítanak. Ők igenis hisznek egy bizonyos Istenben. Ők egyfajta nevelést kaptak, ők egyfajta iskolából kerülnek ki. Minden egyes mozdulatuk, minden egyes lépésük, megjelenésük, az események mind-mind az ő Istenük előtt való tiszteletet és az afelé irányuló imádatot jelképezik. Az, hogy az emberek ezt nem látják, az csak annak az eredménye, hogy ők nem hisznek semmiben. Az elit kinevelt egy világot, ami nem hisz semmiben, amit nem érdekel semmi, csak önmaga, csak az, hogy vele mi lesz, és hogy hogyan juthat előre. Azonban a háttérben ők pontosan tudják, hogy ki az, akit szolgálnak. És megtévesztik az egész világot. A katolikus egyház működteti a világ legnagyobb,
nem állami iskola rendszerét. Ezt jobb, ha mindenki megérti. A katolikus egyház a legnagyobb iskola fenntartó az államon kívül. 2016-ban 43.800 középiskolát és 95.200 általános iskolát működtetett világszerte. Azért, hogy terjeszik azt a fajta gondolkodásmódot, ami azzal a babiloniai pogány napimádattal függ össze, ami maga a katolikus vallás. A katolikus egyház nem más, mint az ősi babiloniai napkultusz, a pogány életstílusnak a továbbélése a napjainkban. Mindazok, akik ezt nem értik meg, azok nem fogják megérteni, hogy a világ hogyan működik és miért olyan, amilyen. A hitnek hatalmas szerepe van az életünkben, akár tetszik, akár nem. És teljesen mindegy, hogy az ember hogyan tél el a keskeny úttól, ami a szűk kapuhoz vezet, amit kevesen találnak meg. Teljesen mindegy, hogy valaki hisz, valaki nem hisz, valaki kicsit hisz, vagy valakit nem érdekel. Az út keskeny, és a kapu szűk, és ezek az emberek mindenkit terelnek el erről az útról. Valakit ezzel, valakit azzal. Az ő tervük egyértelmű. És ez az, amit látunk ma megvalósulni. Ők együtt dolgoznak mindannyian. Mindig is együtt dolgoztak, mindig is együtt fognak dolgozni. Ugyanis ők tudják, hogy mit akarnak, és ők tudják, hogy ki az, akit ők szolgálnak. Az, hogy ki tartja ezt mesének, ki miben hisz, ki szerint mekkora ostobaság, vagy mese, vagy egy kitalált, egy fantáziavilág, annak nincsen jelentősége. Az, hogy ki mit hisz, kinek mi a világnézete, mi az, amit elfogad, mi az, amit nem, mi az, amit mesének tart, vagy nem, az teljesen jelentéktelen. Az igazságot nem érdekli az, hogy hányan hisznek benne, és hányan nem. Az igazság egész egyszerűen csak az igazság marad. Aki még nem tette meg, mindenképpen nézze meg az ismertebb embereket, illetve vezetőket, akik jezsuita nevelést kaptak. 400 éve a római katolikus jezsuita rend létrehozott egy világszerte működő hálózatot, mely iskolákat és egyetemeket működtet. Erről korábban már néhány videót láthatatok a csatornán, érdemes azokat újra meglátogatni, de ezen olyan nevek szerepelnek, mint például a világhírű sakkmester Anand. De az Amerikai Egyesült Államok biztonsági tanácsadója, aki egy ismert, de megtalálható a listán, Zbigniew Brzezinski, aki egy lengyel-amerikai geostratéga, talán a leghíresebb az új világrend alakítói és agytröztjei között, hogyha lehet így fogalmazni egyáltalán. Ő volt az többek között, aki Barack Obama nevelésért felelős volt, és ő az Amerikai Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója. De hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy minden egyes vezető egy csapatban játszik. Nincsenek jók, nincsenek rosszak. Egész egyszerűen csak egy elit van, aki uralja és irányítja ezt a világot. Putyintól Kim Jong-unig mindenki egy csapatban játszik azért, hogy megtévessze a világot. Fidel Castro, kubai elnök, ugyanúgy jezsuita nevelést kapott, mint ahogy Zbigniew Brzezinski, aki az Amerikai Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója, ugyanúgy, ahogy a testvére Raúl Castro szintén jezsuita nevelést kapott. Mindenki egy csapatban játszik. Bill Clinton, amerikai elnök, szintén jezsuita nevelést kapott a Georgetown University-ben, a Georgetown Egyetemen nevelkedett. Egy filozófia, egy spirituális és intellektuális nevelés. Ez a háttere annak, ahogyan ezek az emberek együtt tudnak működni. Úgy, hogy a kezdetektől fogva úgy nőnek fel. Ezt a fajta filozófiát, ezt a fajta spirituális és intellektuális hátteret kapják meg. Ezért működik olyan harmonikusan a rendszer többek között. És hogy mindenki megértse azt, hogy ez nem csak a politikára és a diplomáciára igaz.
Ez így van a tudományban, a médiában, a szórakoztatóiparban, mindenhol ezek az emberek vannak. Ezért ilyen harmonikus az egész gépezet, ezért téveszthető meg ennyire a világ. Hiszen mindenhonnan ez folyik. Nem kell, hogy 100 milliárd ilyen ember legyen. Elég, ha a legfontosabb helyeket ők töltik be, és ők töltik be a legfontosabb helyeket. A tudományban ugyanúgy, hiszen René Descartes, a francia filozófus, szintén jezsuita nevelésben részesült. Ugyanúgy, ahogy Sir Arthur Conan Doyle, a Sherlock Holmes sorozat írója. Mindent ez az eszmerendszer hat át. Az, hogy valaki ezt elhiszi, vagy elfogadja, vagy sem, annak semmiféle hatása nincsen a valóságra. Ezt Erdogan nyilatkozta. Természetesen Erdogan ugyanúgy része ennek, mint hogy az összes többi. Az naív azt gondolni, hogy egy-kettő majd elkezd harcolni ezek ellen. Inkább megállapodnak, és szépen megtartják a hatalmukat ugyanúgy, ahogy eddig. De meg sem kell állapodniuk, ez a rendszer nagyon-nagyon régen az ő irányításuk alatt áll. EU meeting a pápa vezetésével, és az összes bohóc ott van, ugyanúgy a magyar, ahogyan mindegyik másik. Ez nem most kezdődött, ez nem a múlt évtizedben kezdődött, vagy azelőtt. Ez évszázadok, évezredek folyamata. Ugyanaz a babiloniai pogány napvallás az, és az ahhoz tartozó eszmerendszer, ami a világot irányítja. Az az elit, aki a világot irányítja, az ebben a hitben él. Nem csak, hogy ebben a hitben él, hanem ő ízig-vérig ennek a rendszernek a része. Hitler ugyanúgy, ahogy az összes többi. Itt nincsenek hősök, egyik sem harcol a rendszer ellen, egyik sem jön rá semmire menet közben, ők a kezdet-kezdetétől tudják pontosan, mit akarnak. Ők nekik nem kell rájönni, őket nem vezetik meg. Ez egy nagy család. Ők úgy dolgoznak együtt, mint ahogy egy nagy család együttműködik. Aki ezt nem hiszi, nézze meg az erről készült videót. Nem csak, hogy átvitt értelemben egy nagy család, hanem a többsége fizikálisan is ilyen vagy olyan szintű rokonságban áll. De ez egy másik kérdés. Már nem kell titkolniuk azt, hogy mi a valóság, már nem kell titkolniuk azt, hogy mik a jelek, mik az ő mondataik, az ő szavaik, mik a céljaik, hiszen tudják, hogy már nagyon hosszú ideje az történik, amit ők akarnak. Ők tudják, hogy ez a hajó elment az emberek számára, sőt azt is hogy tudják, hogy az emberek nem csak hogy nem értik, hanem nem is érdekli őket az, hogy mi történik a világban. Az új világrend évtizedek óta működik, úgyhogy mindenki, aki ez ellen harcol, az pontosan azt csinálja, amit ezek az emberek akarnak. Az ő együttműködésükre a legeslegjobb példa, ami Észak-Koreával történik. Aki beveszi azt, hogy ez a jól lakott napközis forma, karakter egy országot vezet, hogy abból egyetlen szó is igaz, azokból a hírekből, ami abból az országból kijön, az sajnos nem érti, hogy hogyan működik a világ. Nem csak, hogy nem érti, hanem túlságosan naív is. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy tegyen egy lépés hátra, gondolkodjon el azon, hogy miért hiszi el azt, hogy azok, akik uralják és irányítják a világot, elmondják neki a hírekben azt, hogy mi az, ami történik a világban, hogy tájékozottabb legyen a világról. Mert ez több, mint naív, ez az elképzelés. Készítik fel a világot a különböző hírekkel arra, ami következik. Hiszen azáltal, hogy a világ hallja ezeket a dolgokat, nem csak hogy elfogadja, hanem fel is készül rá lelkileg. És nem lesz akkora sok, mikor ezek a dolgok bekövetkeznek. Észak-Korea úgy, mint egy ország, ahogy mi a hírekben látjuk, nem létezik. Nem azt mondom, hogy nincs Észak-Korea ország, azt mondom, hogy úgy, mint az az ország, amit a hírekben látunk, Észak-Korea nem létezik. Észak-Korea nem más, mint egy hollywoodi produkció. Az az ország úgy, ahogyan azt mi látjuk, nem létezik. Azok a filmek, azok a képek, azok az állandó rakétakilövések, ez mind-mind ugyanolyan propaganda, mint amit mi tanulunk Németországról a II. Világháborúban, hogy az propaganda elemekkel próbálta a lakosságot megtéveszteni. Ugyanaz az, ami zajlik ma, csak ma híreknek hívják, akkor pedig
propagandának nevezték el. Az, ami akkor propaganda volt, az ma PR, vagyis Public Relations. Az egész politika, mindaz, amit a hírekben látunk, nem más, mint propaganda. Az, hogy Trump az új világrend ellen van, vagy Putyin az új világrend ellen van, az egy naív és egy ostoba hozzáállás. Ezek az emberek nem, hogy az új világrend ellen vannak, ezek részét képezik ennek a rendszernek. Mindazok a lépések nagyszerűen mutatják, hogy mi az, amire készítik fel a világot. Ez egy hatalmas sakkjáték. Nem azért nagy sakkjátszma, mert én azt mondom, hanem azért, mert ők azt mondják. Aki még visszaemlékszik Zbigniew Brzezinskire, akiről az imént szó volt, aki Obamát felnevelte, illetve az ő nevelésért felelős volt, aki szintén jezsuita nevelést kapott, és az Amerikai Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója, az, aki az új világrend legfontosabb geostratégája, megírta a könyvében, melynek címe a Nagy Saktábla. Ugyanúgy, ahogy Henry Kissinger megírta azt a Világrend című könyvében. Remélem hasznosnak találtátok, és egyre többen értik meg azt, hogy a valóság, amit a legtöbb ember valóságnak hisz és amiben él, az nem más, mint egy álomvilág. Az a Matrix, amit a Matrixnak hívnak a filmben. Hazugságok hálója. Az egyik a másikra épül. Azok nem létező dolgok. Elkezdve a politikától, a híreken, a médián át, a szórakoztatóiparig, a tudomány, az oktatás mind-mind része a hazugság felépülésének. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy lépjen hátra egy lépést, higgadjon le, és próbálja meg úgy szemlélni az eseményeket, hogy minden, amit a médiában lát, amit az órákon tanul, amit a szórakoztatóiparban lát, amit tudománynak hív, az része a propagandának. Hogy egy irányba terelje az embereket. Hogyha ami jó a nép számára, azt ők nem tennék kötelezővé, azt ők nem mutatnák, elásnák a lehető legmélyebbre. Úgyhogy ezt javaslom mindenkinek. Főleg azoknak, akik azt hiszik, hogy azért, mert ők részt vettek X évig az oktatási rendszerben, ők ismerik a világot, vagy ismerik, hogy hogy működik a valóság. Csak értse meg mindenki azt. Azok, akik uralják és irányítják a világot, fény évekkel előttünk járnak. Az, amit az iskolában tanulunk, az szemét. Attól függetlenül, hogy egy része értelmezhető a valóság keretein belül, az nem azt jelenti, hogy az az igazság. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat, és azt kívánom, és azt javaslom, hogy mindenki, aki azon kapja magát, hogy egyetért a tömeggel, az vegye észre, hogy az mindig rossz út. Halleluja!